170-180 ezer ember van közmunkában. Akinek reggel 6-kor el kell mennie melóznia, és mondjuk Hegedűs Laci dolgoztatja itt a Hódmezővásárhelyi Városházán, annak délután 3-kor már nem sok kedve maradt, hogy elmenjen lopni. Beszéljünk világosan és egyértelműen. Ráadásul egy idő után rájön arra, hogy 60-70 ezret kap úgy, hogy ledolgozik reggel 6-tól délután 2-ig, akkor már minek akkor a kockázatot vállal? Én soha nem szégyeltem, hogy mi van, én dolgozok keményen, én abban a millióben nőttem föl, hogy a munka nem szégyen, a munka eredményét se kell szégyelni, az ember kaparjon, gyűjtsön, építkezzen kockáról kockára, aki erre nem képes, akinek nincs semmije, az annyit is ér. Azt gondolom, aki nem vitte semmire az életbe, az annyit is ér, ezt tudom mondani. Na, aznak annyi az élete, ez az én véleményem egyébként. Átváltották az euróbetétet, átváltották a svájci betétet, milyen van a gyereknek. Azt remélem, hogy a hódmezővásárhelyi lányos anyukák legalább ebből a közérdekű tájékoztatásból érzékelték, hogy 20 év múlva jó parti lehet Lázár János Boldizsárból, hogyha a kamat és a forint euró árfolyam az jól alakul a következő években, lesz valami alapbázis megtakarítás. Onnantól kezdve az egy mese, hogy lehet integrálni, meg majd barátkozunk, meg majd olyanok lesznek, mint mi. Nehogy elhiggye már valaki, 600 éve élünk együtt a cigányokkal, és mind a mai napig nem tudtuk őket integrálni, hogy beszéljünk világosan. Ez azt jelenti, hogy szövegszerű, reflexiós javaslatot fogunk tenni az Egyesült Nemzetek Szervezetének a tárgyalás sorozat folyamán. Még akkor is tesszük ezt, hogyha egyébként az ENSZ főtitkár ennek a dokumentumnak a kidolgozásával olyan személyeket bízott meg, akik Soros György alkalmazásában álltak, vagy vele szoros szövetségben vannak. A 5 pont, amivel bajunk van.